Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán, én Zsolt vagyok, és a mostani videóban ismét a portfóliómat fogom nektek bemutatni, el fogom mondani nektek, hogy milyen részvényen bővítettem a teljesen publikus portfólióm. Ha új lennél a csatornán, akkor szeretném elmondani, hogy ez egy olyan csatorna, ahol én hétről hétre igyekszem megosztani veletek nézőkkel, hogy milyen részvényeket vásárolok, nagy ritkán, hogy milyeneket adok el, de az a jellemző, hogy folyamatosan vásárolok, és így próbálok egy minél nagyobb portfóliót felépíteni, aminek nagyon örülök, hogy lassan elérem a 20 000 dolláros álomhatárt, szóval most 19.200 dollárt ér nagyjából ez a portfólió, amit én megszoktam nektek mutatni. Ugye én ezt már építgettem, vagy 3 éve, eleinte lassabban tudtam építeni, most már egy picit gyorsabban, egy picit több pénzt tudok befektetni, de eleinte tényleg ilyen havi 50 vagy havi 100 dollárral kezdtem, úgyhogy igenis el lehet kezdeni, srácok, kicsibe. Tudom, hogy ez még most sem számít egy különösen nagy portfóliónak, sőt, inkább kicsinek számít, de én nagyon büszke vagyok rá, nagyon büszke vagyok arra, hogy idáig eljutottam, és tényleg szeretném, hogyha ez motiváció is lenne számatokra, mert tényleg 50 meg 100 dollárokkal kezdtem el az egészet. Nem volt nagy tőkém, úgyhogy így kezdtem én el, szépen apránként építgettem, osztalékokat folyamatosan visszaforgattam, és így épült fel ez a portfólió, és hogyha érdekel ennek a portfóliónak az alakulása, akkor mindenképp érdemes feliratkozni a csatornára. Nos, és vágjunk akkor bele, nézzünk rá erre a portfólióra, szóval így néz most ki, és láthatjátok, és hát remélem, hogy még nem mondjátok, de ismét a Realty Income-ot bővítettem, ugye most már 24 darab részvényem van, és ismét sikerült egy nagyon picit lefaragni a bekerülési árral, most már 61 dollár 36 cent a bekerülési áram a Realty Income-ra. Ugye ismét elmondom, hogy ez egy olyan rejt, amelyik minden egyes hónapban fizet osztalékot, ezért is szeretem, és azért is szeretem, mert most jó árban van szerintem, legalábbis 60 dollár alatt én folyamatosan venném. Ugyanakkor fontos megjegyeznem, hogy itt a csatornán semmilyen pénzügyi tanácsadás nem zajlik, ez pusztán az én privát véleményem, az én pénzem, az én portfólióm, semmiképp ne hozzatok döntést csupán az alapján, hogy én mit mondok el a videókban. Bármilyen részvényt szeretnétek vásárolni, olvassatok utána, nézzetek utána a cégnek, és csak a saját belátásotok szerint döntsetek. Na menjünk akkor tovább, szóval, hogy Realty Income-ot bővítettem, most már 24 darab részvényem van, egy hónapja csak 16 darab volt, szóval azért tényleg szinte minden héten ezt vásároltam, és még mindig 60 dollár alatt van most is, mikor veszem ezt a videót, most június 1-e csütörtök reggel van, úgyhogy most nincs nyitva a piac, de tegnap 59 dollár 44 centen zárt a Realty Income, egy nagyon picit még emelkedett aftermarketbe, de ez nem releváns, szóval még mindig 60 dollár alatt van. Viszont most már vannak olyan cégek a portfóliómban, amire lehet, hogy most már arra fog átállni a fókusz a következő hetekben, ilyen például a Legetemplet, ami most 30 dollár körül mozog már. Na de vegyük akkor szépen sorba a portfóliót, és beszéljük át, hogy mi is történt a héten, ha bár most túl sok érdekes azért nem történt, ugye nem volt se inflációs adatunk, se Fed gyűlésünk, a gyors jelentéseknél is most úgy van az átmenet a két negyed év között, szóval a nagy cégek azért nem nagyon jelentenek most, úgyhogy sok érdekes nem történt, ami szerintem nagyon érdekes, és ugye erről szólt nagyjából az utóbbi egy hetünk, hogy az Nvidia jelentése óta mekkora teret kapott a mesterséges intelligencia, és hogy bármilyen vállalat, amelyeknek ebben van érdekeltsége, az elég szépen felment az árfolyama a tőzsdén, ugye. Hát nekem kicsit furcsa ez az egész, én most azt látom, hogy megint az történik, amire mindig így igyekszem felhívni a figyelmet, hogy nem akkor kell belevásárolni valamibe, mikor egy ilyen hír kijött, és az árfolyam már megindult felfelé, mert általában ilyenkor már késő, szóval, hogy nagyon sok embert látok például, hogy most kezdi el venni az Nvidia részvényt 380 dolláron, vagy mennyi most, meg AMD-t, meg mindent, és nem azt mondom, emelkedhet még innen, de nem akkor kellett volna megvenni, amikor mindenki azt mondta, hogy fog az még lejjebb is esni, amikor az Nvidia 150 volt, amikor az AMD 60 volt, akkor kellett volna ezeket a részvényeket megvenni igazából, és akkor kellett volna bízni az árfolyam
alakulásban, hogy az jól fog alakulni, mert most azért ugye mindez, ezek a vállalatok akkorát emelkedtek, szóval megvan idén a minimum 100% ezeknél a vállalatoknál, és akkorát emelkedtek, hogy azért simán benne van egy korrekció szerintem az AMD-be is, az Nvidia-ba is, és hogyha ez például az AMD a tegnap 5%-ot esett, igaz, még így is 118 dollár, de azért esett 5%-ot. Szóval én semmiképp nem vásárolnám most ezeket a részvényeket. Én örültem az AMD-nek mondjuk 90 dolláron, de hogyha látnék egy ilyen fél éves folyamatos emelkedést, ahol már meghaladtuk a 100%-ot is, akkor biztos nem vásárolnék bele, mert lehet emelkedik még valamennyit, de például innen szerintem azért már nem fog duplázni mondjuk a közeljövőben. Úgyhogy azért szerintem ezzel csúnyán mellé lehet lőni, hogy ilyenkor vásárolunk ilyen részvényeket, amikor már kijött a hír, és a piac már beáraszta ezt az egész mesterséges intelligenciás dolgot valamennyire. Az, hogy mennyire, az majd a jövőben kiderül. Na, de nézzük akkor tovább, vagyis nézzük át akkor a portfóliót. Szóval ott van a 3M 93 dollár, ugye tovább esett a múlt hét óta, és ezen az árszinten 6,25% a 3M. Hát nem tudom. Ugye minden héten elmondom, hogy van ez a per, és hogy érdekes ennek ellenére, meg hogy milyen régóta fizet ugye osztalékot, és tényleg annyira hihetetlen, hogy 6% feletti az induló osztalékhozam, mert amikor például odaesett az árfolyam, hogy 130 vagy mennyi volt, amikor 4% volt az induló osztalékhozam, nekem a 3M-nél már az is borzasztóan magasnak tűnt, szóval lesz, hogy 6% feletti, ez kicsit olyan abszurd, vagy nem tudom mit mondjak, hát minden esetre tényleg, hogyha ez a vállalat rendbe jön, ugye egy olyan vállalatról beszélünk, amelyik több mint 60 éve fizet osztalékot, akkor most hosszú távra osztalékbefektetőként ez lehet egy nagyon jó befektetés, tudjátok, nem pénzügyi tanácsadás. Na mindegy, szóval 93 dollár egész érdekes. AMD, ugye említettem, hogy esett a tegnap 5%-ot, 118 dollár, de még így is óriási emelkedésben van, hogyha tárgyi évet nézünk, ugye év elején 62 dollárért lehetett megvenni, igaz, a héten már volt 127 dollár is, de mondom, a tegnap volt egy 5%-os esés az AMD-nél, ugye én itt most már egy pici pluszban vagyok, de nem túl nagy, nem gondolkodom eladáson egyelőre. Az Asana viszont tegnap 7%-ot emelkedett, úgyhogy most 23 dollár 88 cent, mikor veszem ezt a videót, és ugye nekem az Asana-nál a bekerülési áram 13 dollár, szóval közel megvan nekem a 100%, amit mindig elmondok, hogy sajnálom, hogy kicsi pozíció, mert ugye itt még 100%-nál is pénzben a profit, az realizálható profit, az elég kevés, ugye. Johnson & Johnson, hát Johnson & Johnson most 155 dollár, nagyjából ugyanannyiba kerül, mint múlt héten, mikor találkoztunk. 3% feletti az induló osztalékhozam ezen az áron, azt tudni kell, úgyhogy Johnson & Johnson osztalék befektetőként 3%-os osztalékkal nem feltétlenül rossz befektetés, de az lenne az igazi, hogyha beesne 150 alá. Ha 150 alá esne, akkor én még biztos bővítenék, méghozzá akkor valószínűleg azt venném folyamatosan, mint mondjuk most egy Realty Income-ot, hogyha Johnson & Johnson folyamatosan esne. JP Morgan 135 dollár, ugye ezt osztalék miatt tartom. Ami, mondom, érdekes számomra, az a Legeten Plett, most 30 dollár 48 cent, és ezen az árszinten már közel 6%-os az induló osztalékhozam, ugye pont úgy, mint egy 3M-nél. Csak itt azért nincs akkora gubanca a vállalat körül, én azt gondolom, sőt a jelentésből az látszott, hogy elég jók az előrelátások, úgyhogy annyira azért nem értem, hogy miért esik azóta is folyamatosan az árfolyam, úgyhogy én ezt tervezem venni, mert azért most 30 dollár 48 cent, nekem 36 dollár 47 cent a bekerülési áram, szóval itt azért lehetne lefele faragni a bekerülési árat, és ugye ez számomra fontos, szóval valószínűleg fel fogom vinni ezt a pozíciót ilyen 40, esetleg nagyon maximum 50 részvényig, és mindenképp szeretném mondjuk ilyen 34-33 dollár körülre zsugorítani ezt a 36 dollár 47 centes bekerülési árat. Ugye ez a vállalat is több mint 50 évet fizet osztalékot, úgyhogy az azért elég stabilnak mondható. Nem egy nem tudom milyen tech vállalat vagy innovatív vállalat, de amíg az osztalékot fizeti, nekem mint osztalékbefektető tulajdonképpen ez a
ez a legfontosabb, úgyhogy addig nálam rendben van. Meta, hát a Meta tovább emelkedik, a Meta idei csúcsán van, 264,72 dollár, és még tegnap piaczárás után is emelkedett egy picit, úgyhogy hát a Meta is azon vállalatok közé tartozik, aki tárgyévet, ha nézünk, és évelejét vásárolta meg, óriási pluszokat lehetett elérni, vagy akár realizálni. Ugye nekem is 193 dollárra bekerülési áram, ami mondjuk, ha évelejét nézzük, akkor borzasztó pocséknak számított. Viszont, hogyha most nézünk rá a Meta árfolyamára, akkor már nem is olyan rossz, ugye? Úgyhogy hát ennyi minden történik fél év alatt sem. Nagyon érdekes, hát álmomban nem gondoltam évelején, hogy én mondjuk a Metával ekkora pluszban leszek június 1-én, ugye? Hát egyelőre még nem gondolkodom eladáson, szóval még azért nincs meg az a profit, amit én itt szeretnék realizálni, amiért elmondhatom, hogy igen, nekem megérte mondjuk egy nem osztalékfizető vállalatba tartani a pénzem, mert ugye elég sok idő eltelt azóta, amióta megvan. Úgyhogy még szeretném, hogyha egy picit növekedne, és talán majd így 300 felett elkezdem eladogatni. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Minden esetre egyelőre ilyesmiben nem gondolkodom. A Nike a következő, ugye itt mindössze 3 darab részvényem van, és a Nike 105 dollár körül mozog, szóval közelít a 100 dollár felé, amin már bővítenék. Ugye én nagyon szeretem magát, ezt a vállalatot, nagyon szeretem a termékeit, úgyhogy szívesen tartanék a részvénypiacon is egy nagyobb pakkot belőle, csak 120 dollár körül nekem drágának tűnt, úgyhogy én nem akartam akkor vásárolni. Viszont az a három részvény valahogy mindig ott maradt a portfóliómban, nem is adtam el, és most meg kezd olyan árszintre esni, ahol már megint érdekes nekem az árfolyam, úgyhogy ha 100 alá esik, akkor Nike bővítés biztos lesz. Következő vállalat a Starbucks, 100 dollár alatt van a Starbucks is, ugye, de nekem itt meg jóval 100 dollár alatt van a bekerülési ára, mert 75 dollár 88 cent, úgyhogy itt nem gondolkodok bővítésen. Ezt a vállalatot is csak tartom az osztalék miatt, és csak szeretném negyedévről negyedévre megkapni az osztalékaimat, amit évente reméljük majd egyszer meg is emelnek, jó sokkal, mint az a Starbucksra jellemző. Tiro, 107 dollár a Tiro, azért emelkedett múlt hét óta, mióta találkoztunk, ugye akkor 103-104 dollár körül mozgott, de azért sokat nem, még most is 4,5% az induló osztalékhozam, szóval osztalék portfólióba a Tiro szerintem még mindig jó. Ugye már több olyan vállalatot is mondtam, ami osztalék portfólióban nagyon jó lehet, például akár a 3M, a Legetemplet, a Tiro, és igazából majd most jön még a Verizon, meg a Walgreens, na de ne ugorjunk ennyire előre. Szóval jön a Milyonát a tetovált séferről, most már nem beszélek, 0,54 cent. A következő a... A Tesla a következő, és a Tesla 204 dollár, srácok, és megint nem adtam el, és aftermarketben már esett is egy picit, csak 203 dollár most piaczárás után. Hát kíváncsi vagyok, meddig fog a Tesla is menni, minden esetre ugye már többször megfogadtam, hogy eladtam, de valahogy nem jön, hogy eladjam, mert nem tudom, azt érzem, hogy mehet ez még innen jóval feljebb is, szóval egyelőre most azt érzem, hogy én még akarom ezeket a részvényeket tartani, ugye amúgy is kicsi pozíció, mert csak 5 darab részvényen van, szóval igazából itt még ez a profit sem releváns pénzben, ha megesne, akkor ez van, úgyhogy egyelőre megfér ott a Tesla, és akkor a következő a Verizon. A Verizon emelkedett tegnap 2%-ot, elég ritka az olyan nap, amikor a Verizon meg a Walgreensnél is azt látom, hogy zöld, és mind a kettő emelkedik, de a tegnapi az kivételesen egy ilyen nap volt, a Verizon 2%-ot, a Walgreens pedig 1,5%-ot emelkedett, a Verizon 35 dollár, 63 cent és 7,5%-os osztalékkal elérhető, a Walgreens pedig 30 dollár és 6,4%-os osztalékkal elérhető. Szóval ugye 3M, Legetemplet, Tiro, Verizon, Walgreens, és még a Whirlpoolt is ide lehet sorolni, mert a Whirlpool is 130 dollár alá esett, és 5,22% az induló osztalékhozamnál, így a Whirlpoolnál. Úgyhogy mondom, van itt vagy 5-6 olyan vállalat, ami ilyen jó 5-6-7%-os induló osztalékhozammal elérhető most, és azért osztalék szempontjából ezek
elég stabil vállalatok, mindegyik elég régóta fizet osztalékot, úgyhogy továbbra is azt gondolom, hogy van választék. Én most szerintem a legetent pletre fogok majd a következő hetekben egy picit átállni a reality income-ról, ugye. Meglátjuk, hogy mi fog történni. Kíváncsi vagyok, hogy a Meta meddig fog emelkedni, hogy a Tesla meddig fog emelkedni, hogy mi lesz az AMD-vel mondjuk, és hogy meddig fog tartani ez az intelligens, micsoda. Nos, ennyi fért a mostani videóba, srácok. Én köszönöm szépen nektek, hogy megnéztétek. Kérlek, amennyiben tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha még nem lennétek feliratkozva, akkor tegyétek meg. Ne felejtjétek, hogy továbbra is él a lehetőség, hogyha szeretnétek regisztrálni a Trading 212-re, és használjátok a Zsolt promókódot, akkor jogosultak vagytok egy darab ingyen részvényre, aminek az értéke nem több, mint 100 euró. Lehet kevesebb is, de maximum 100 euró, ezt a broker teljesen tetszőlegesen dönti el, azt is, hogy milyen részvényt kapsz, azt is, hogy milyen összegben. Én köszönöm szépen még egyszer neked a figyelmet, találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!